Szeptember utolsó hetében a hagyományokhoz hűen idén ismét több száz kulturális központ, művelődési ház, közösségi tér várja az érdeklődőket országszerte és határon túl is változatos és értékes programokkal a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatban. Az országos akcióhoz a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ is csatlakozott, érdekes programok részese lehetett a közönség a fürdősori épületben. Majd nagyon színes és érdekes workshoppal várunk mindenket, egy úgynevezett alkohol-ink technikával lehet gyönyörű képeket készíteni. Időközben pedig, és hát a workshop közben pedig Sándor Ildikó előadásával várjuk az érdeklődőket a színházteremben, melynek címe Mesék a Mennyországból. A különleges képzőművészeti műhely munka szerelmesei Sturz Georgina festőművész segítségével mélyedhettek el, ismerhették meg az absztrakt képek megalkotásának alapvetéseit. Megtanulhatták, miként lehet energikus életteli színekkel, különleges technikával, színek cseppentésével, egymásba folyatásával izgalmas kreációkat és színvilágot létrehozni. Szerettük volna ugye a figurális képek mellett még valami mást is, tehát aki nem a figurális képeket szereti, az el tud hozzánk jönni, és absztrakt képeket akár a lakásába, egy modernebb lakásba gyönyörűen és tökéletesen mutatnak ezek a képek. Az eseménysorozat megerősítette, hogy idén is sokan gondolják úgy, hogy részesei szeretnének lenni a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek, értékelvűségnek. A mindennap értéket adunk szlogennel azt üzenik a szervezők, hogy a közművelődés értékes kultúrát közvetítést teremt.